Hát sajnos ma nem sikerült. Két hát a jobban ment, ma sem ment rosszul. Az első félben kimondottan jól játszottunk. 4-5 százszázalékot egyszer kihagytunk. A futball örök törvénye megbosszulta magát. A másik félben masszívabb lett a Lukács háza. Mezőnybe gyűjték egymást a csapatot. Jól általált lövésre rögítik el a 3 pontot. Jövő héten Sárvárra megyünk, hát nem a mémét csinálunk, de hát készülünk rá. Aztán megvártjuk. Játékkal elégedett vagyunk. Helyzeteket be kell rúgni. Örök. Alap a futballban. Aki gólt rúg, nyár, mi nem rúgtunk. Ők rúgtak, úgyhogy ők nyertek. Azt gondolom, hogy az első fél időben rossz felfogásba futballoztunk, magunkra húztuk az Egyházas Rádócot, amelyik szerintem kimenetten jól játszott. Ebben az időszakban a kapusunk Bán Martin tartott minket életbe, bravúrra halmozott. Szerencsére a szünetben sikerült rendezni a sorokat, és a második fél időben már kombinatív játékkal tudtunk előrukkolni, a cseréknek köszönhetően fel is javultunk, úgy érzem. Volt több kontra lehetőségünk, ezekből egyet sikerült kihasználni. Nem lesz itt egy csapatnak sem egyszerű játszani Egyházas Rádócon, ma meg különösen még búcsú is volt. Itt nagyon nehéz lesz minden csapatnak nyerni, ügyes kombinatív játékot játszanak. Szerencsére. Ma talán a szerencse is egy kicsit velünk volt, de azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban meg többször elkerült minket, úgyhogy örülök, hogy nyertünk. Nagyon kellett nekünk ez a győzelem most. Nagyon nehéz a sorsolásunk, ugye jön a Király hozzánk, azt gondolom a mezőny egyik, hanem a legjobb csapata. Múlt héten a Celdömölkkel játszottunk, nehéz a sorsolásunk. Megpróbálunk mindig stabilak lenni, megpróbálunk kombinatív futballt játszani, ez helyjel közzel sikerül. Aztán bizakodunk abba, hogy minél jobb eredményt tudunk elérni. A legfontosabb számunkra, hogy a közösség jó legyen, mert ezen az a mai győzelem azt gondolom sokat lendít.